you gonna do when the rain is coming down? Bring it back to the middle, push, take it back to the rhythm. What you gonna do with it? My kind. Természetes haj- és testápolása nekem a Balatonban, és mostantól az ország összes Rossmann üzletében. Mango freezer. Ja, de jól néz ki. Na, tartunk, ugye? Hát így a szádból látok egy csíkot. Nem, most a fejedből. Nyomjál le a képernyőre. Á! És jó. Elgösszegem le. Örülnék neki, hogy te együtt dolgozhatnánk, de most már csak megkövetkezik ez. Nem sokára együtt dolgozhatunk. Most már tényleg nem sok. Ezt a műfajt egyébként, ezt már kipróbáltuk, de ilyen távolság és ilyen idő eltolódás az még soha nem fordult elő, hogy így névadóztunk volna, mert legutóbb, amikor ilyen interkontinentális névadót csináltunk, akkor azért nem voltam annyira távol. Nem, se igen, időben, sem, igen. Sehogy. Most, hogy Magyarországon óraátállítás volt, most 8 órára nőtt az időkülönbség kettő között. Nagyon kemény volt ma reggel is, amikor én fölkeltem, te akkor írtál egy SMS-t, hogy most megüttem le. Hogy aludni. Jó észrelemem. Ez konkrétan a Földnek a másik oldalán vagyunk, tehát nincs mit csinálni. De a legkeményebb azt szerintem az, hogy ti úgy jöttök utána, illetve mi is így utaztunk, hogy elindultok reggel, nagyon-nagyon korán. Egyébként valami 6 órakor indul a gépetek, ezt nem tudom, mennyire realizáltad apa, hogy nagyon-nagyon korai indulás. Lefoglaltam a szállást. Sikerült? Reptéren fogunk aludni. Na, és hogy konkrétan ugyanazon a napon délután 4 óra 20-ra ide fogtok érni. Úgyhogy egy egész napot utaztam. Nagyon kemény. Még mielőtt nagyon belemelegszünk a névadóba, köszönjük megint a támogatást a NordVPN-nek, nem csak úgy egyébként úgy általánosságban a vlogolással kapcsolatos támogatásukat, hanem most azt is, hogy én ilyen biztonságosan tudok Mexikóban a mindenféle kóbor wifi-kkel, tehát minden áldott este másik hotelben alszom gyakorlatilag, és ez vár át, hogy csak szólok, mert pontosan tudjátok. Tudom, alig várom. Fölcsatlakozom, Isten tudja milyen wifi-kre, és hát azon keresztül tartom a kapcsolatot veletek is, meg úgy mindenkivel, szóval ez most különösen fontos, az van, hogy a NordVPN-en keresztül biztonságosan tudjam ezt csinálni. Az a megdöbbentő egyébként, hogy eddig is már ezt kipróbáltuk, de most, tehát ha valamikor, ugye amikor Mexikóba jártunk legutoljára, akkor még a bankkártyánkat is lemásolták, meg minden volt, tehát nyilván itt a wifi-ke is, Mexikó ilyen szempontból elképesztően életveszély. Mexikó egy veszélyes terep, tehát eddig bármikor jártunk Mexikóban, mindig az volt a vége, hogy az összes bankkártyánkat, amit használtunk Mexikóban, azt utána le kellett tiltani. Az viszont egy érdekes dolog lehet, hogy NordVPN-re föl vagyunk csatlakozó, hogyha telefonnal fizetünk, valószínűleg egyel, tehát ha kártya a telefonon az működik, akkor valószínűleg még az is egy védett kapcsolaton. Szóval ugye, dizgi. Védett kapcsolatok keresztül használd a bankkártyádat, az egészen biztos, hogy ez sokat számít. Illetve hát a másik, ami miatt eddig nagyon sokat kínlottam, hogy a különböző régióblokkot tartalmakat nem tudtam megnyitni. Vannak olyan internetes újságok például, amiket szoktam olvasni, és nem nyitotta ki eddig külföldön, tehát nem tudtam rádökni a cikkekre, és ez most teljesen megszűnt, mert olyan NordVPN-en keresztül ki tudom választani a lokációt, hogy hogyan viselkedjen a telefonom, hogy hol vagyok, és akkor beállítom, hogy Magyarország, és akkor a magyar tartalmakat gondolják, hogy tudom olvasgatni. Elég sok minden van, amit nézni akarunk, amíg nem vagyunk itthon, úgyhogy ez egy hosszú idő lesz. Van akció is, használjátok a nánességkódot, itt láthatjátok a képernyőn kiírva, és hogyha 2 évre előfizettek a NordVPN-en, akkor 4 hónapot ingyenesen kaptok, hogyha használjátok ezt a kódot. Természetesen, ha nem tetszik, vagy valamiért nem használjátok, akkor 30 nap most pénz visszafizetési garancia van, tehát kockázat gyakorlatilag nincsen semmilyen az egészben. Semmi rizikó. Egy. Egyébként most mondtam vissza egy ilyen 7 napos trial verziót, kipróbáltam egy szoftvert. 7 napon belül tudtam dönteni. És itt meg van 30 nap. Na, apa, válasszuk ki a címet. Válasszuk ki a címet, mert most kicsit kellemetlenül érzem magam, megint olyan sok idő telt el, amióta kértük a névjavaslatokat, de hát ez már nánásségnál már csak így van, elég gyakran előfordul, hogy elúszunk kicsit az idővel, és most aztán tényleg teljesen össze fogunk kutyulni mindenkit a YouTube-on. Összesen 171 hozzászólás jött, képzeld el az ajánló alatt vannak a névjavaslatok. Én azt nyitottam ki most első körbe, de van még 4 másik helyen, honnan nézni lehet, úgyhogy... Legújabb legyen elő. Mi van, Micókám? Mit itt a Mici is? Gyere, anyának beköszönhet. Szia, Mici! Nem hallom most téged, mert be van dugva a fülembe. Tehát te nem hallod anyát. Hát azt... Azt hallod, hogy nem hallod.
Igen. De ő hall engem már úgy. Így van. Természetesen ő hall. Én is kuszillak. És mindjárt találkozunk. Mindjárt találkozunk, azt mondja. Csak apát ne idegeljétek ki a repülőúton, légy szíves. 12 órára fogtok egy húzamba repülni, ne idegeljétek ki apát, könyörgöm, köszi. Gyere, ott volt a Vencus pillanatra. Ott volt a Vencus. Itt a Venya. A hosszú hajú kisfiú. Jaj, de szeretlek, nagyon hiányzol, Bogara. Hosszabb a haja, mint egy lánynak. Hiányzol anyának. Mert ilyen berúgom a füledet kicsit, és akkor hallod anyát. Szia, nyuszikám, hallasz? Nagyon hiányzol. Nagyon. Nekem nagyon várom, hogy gyertek. Már nagyon jó lesz. Jövünk, anya, nem sokára. Közben a versenyzők éppen hajszáznak, most hajszanap van, és ilyenkor azért van egy nagyobb szünet, és most amíg oda vannak a küldetéseken, addig tudunk apával itt beszélgetni. Azt de jó! Nagyon tetszik. Mi volt van? Egy ilyen kis sorozat, egy ilyen mese is, amiben egy hasonló kis szellemecske volt. Az a neve, hogy Held. Held. Nagyon tetszik. Ezt a Venci tervezte. Na, puszi. Puszi! Közben mi kezdjük el nézni a névjavaslatokat, mert nekem bármikor vissza kell mennem, any minute. Közben mi forgatjuk az Ázsia Express-t, és most egyáltalán nem néztem bele, csak azért, hogy együtt tudjuk megbeszélni, most nem sem indult. Ezért én felvettem egy napszemcsit, bocs, mert kisül a szemem. Semmi gond, én nem veszek napszemcsit, ha nem haragszol, mert itt nálunk este van is otthon ülök, bár egy lámpa világít a szememre. Erdész! Úristen apa! Hát megvan! Hát szerintem ez isteni. Erdész! Nem Berdész, hanem Erdész, mert végül medvét nem láttunk. Hát a második. Erdész! Erdész! Érted, mint napok? Erdész. Jó, hát azért ez megint kapunk majd beszólást, hogy miért kell angolnak lenni a címnek. Igen, miért kell angolnak, de ez milyen jó. Találtunk volna Bert. Akkor jó lett volna. A kamember, amit kimondunk magunk, mi magunk kimondunk, de hát nem láttunk végül medvét, úgyhogy nem lehet a kamember, de az vicces volt egyébként tényleg. Ez a Transzilnánia, az kicsit nánázsia, Transzilnánia. Tulajdonképpen nem rossz. Csinálsz egy listát, vagy hogy legyen ez, hova írjuk fel a jókat? Az a bajom, hogy én el vagyok fáradva, anya. Ó, akkor mi legyen? Nem, semmi, csak mondom. Buenas tardes. Buenas tardes, ez nem jó címnek, mert ez Erdélyben van. Csak köszöntöm itt a Parker bácsinek. Szóval Transzilnánia, azt egyébként elég sokan írták. Brassói. Transzilmánia. Transzilmánia, az jó. Igen, ez az Erdélyt úgy egyébként is, hogy R, tehát egy nagy R betű, és úgy utána, hogy D, ezt azért páran írták. De valahogy én is azt érzem, hogy ez annyira más hangulatú ez a vlog, hogy nem illik hozzá ez a... Igen. Nagyon amerikai névadás. Csíklandozás. Ez elég jó. Mert hogy Csíkland, Székelyföld, csíklandozás. Csíklandozás. Az nagyon tetszik nekem is. Ezt felírod? A csíklandozást? Valaki azt írja, hogy lehet, hogy ebből nem kéne szóviccet csinálni, de nem csak legyen nekünk Erdély. Egyébként ezt is értem, hogy ezt most ne vicceljük el. De a csíklandozás azt szerintem pont úgy van elviccelve esetleg, ami még belefér. Székelypalkó. Én ezt a nekünk Erdélyt, ezt még felírom. Formálódik a dolog, szerintem. Ez a csiklandozás tetszik eddig a legjobban. Nekem is. Nagyon cuki. Székhelyek. Székhelyek. Nagyon székek ezek a helyek? Forever Day. Forever Day. Csiklandozás. Becsípődött? Be. Határon túr. Lejugrottunk, úristen, ez fáj, lejugrottunk. Lejugrottunk. Ja. Csík szeretem. De jobb a csíklandozás, sokkal jobb. Azt nem, szerintem az a baj, hogy annál nem nagyon lesz jobb csíklandozás. Szerintem legyen az, hogy ezt válasszuk meg, apa. Én most olvasom végig. Én szerintem is. Te hosszú ível csík. Csík, persze. Csík. És csík, úgy, hogy csík. Csík, kötőjel. Kötőjel, landoz. Igen, az itt külön kiemelve. Igen. Csíklandozás. És te meg tudsz csinálni egy vlogot. 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 Ó, a vlogó. A vlogok logója az a vlogó. Na, hát akkor erre ígyünk. Kicsit kifolyt a szemem. Ez hogy egy lámpát magamra állítottam. Nagyon jó, hogy látszódjak, de én magam nem látok ettől. Apa, tudom, hogy nagyon késő van otthon nálunk, meg nagyon nem, de most már nem sokára véget ér ez az állapot, hogy ennyire el vagyunk időben dolgódva. Megválasztottuk? Na, hát akkor szerintem mondjuk ki. Csíklandozás. Csíklandozás.
És én még azt is elmondom, hogy ez kinek az ötlete volt, mert még azt is mondtuk, hogy azt, akinek a nevét végül kiválasztjuk, azt meg fogjuk ajándékozni nánás jégüdítővel. Megtaláltad? Csiklandozást megbizony. Tóth Tünde. Tóth Tünde. Te vagy a keresztanyukája ennek a vlognak. Fel fogjuk veled venni a kapcsolatot, küldünk neked, nekem a Balaton üdítő csomagot. Neked, nekem a Balatont. Na, hát ez jó. Ez tulajdonképpen gyors volt. Tetszik. Ebben van egy kis magyar, egy kis angol, azért ebben is egy kicsi angol viccelődés benne van, vagy angol nyelvi játék. Na, apa, nekem azt hiszem mennem kell lassan vissza. Te meg gondolom, hogy marha fáradt vagy. Én nagyon, tehát gyakorlatilag így lecsukodnak a szemeim, de egy nagyon fontos dolgot még nem mondtunk el. Na mit? Hogy jön a nyár is. Keresünk ember. Úristen, Jézus Mária, a legfontosabb dolog. Óriási szükségünk van idén is csapattagokra. Család és csapattagokra. Egyébként azért ez egy kemény üzem, ezt mi mindig mondjuk el. Igazából a Balatonon átélni a nyarakat így, én is ezt csináltam, 2 szezont húztam le annak idején diákkoromban a Balatonon, és iszonyatosan élveztem. Életem legszebb nyarai voltak így a diák évekből. Úgyhogy gyertek hozzánk dolgozni, hogyha van kedvetek, és nagyon szeretnénk szakácsoknak a jelentkezését is kapni. Tehát, hogyha szakácsok vagytok, vagy van szakács végzettségetek, ha nincs túl nagy tapasztalatotok, az sem probléma. Jelentkezzetek, és felvesszük veletek a kapcsolatot. Nagyon jó kis nyár lesz, tele újdonsággal, tele izgalmas dologgal, úgyhogy szerintem jó lesz nálunk dolgozni. Én biztos, hogy be fogok állni. Rengeteg programmal készülünk. Koncertek, előadások, minden lesz. Koktélbár. Lesznek, koktélbár, képzeljétek, most építjük. 3 különböző pozícióra várjuk a jelentkezőket, sőt, én most hozzáteszek egy negyediket is, jó? Mi a negyedik? Hogy mindjárt meghallod. Nagyon keresünk pultosokat, tehát akik a kávét főzik és kiszolgálják a vevőket a pultban. Nagyon keresünk a konyhára dolgozó szakácsokat, vagy akik szívesen dolgoznak a háttérben is. Nagyon keresünk városokat, bartendereket, akiknek esetleg van ilyen típusú tapasztalata, és én nagyon szeretném, hogyha esetleg olyan animátorok jelentkeznének, akik szívesen jönnek és foglalkoznak gyerekekkel napközben ott nálunk. Tehát én nagyon szeretnék sok-sok gyerekprogramot csinálni. Jelentkezzetek ti is. Nagyon jó kis nyár lesz. Most egy kicsit több időnk lesz erre felkészülni, mert egy picivel hamarabb fogunk hazaérni. Mexikóból. Boltos leszek kukasznánási.hu. Ide küldjetek jelentkezéseket, elsősorban most önéletrajzokat várunk, és aztán felvesszük a kapcsolatot mindenkivel. Így. Gyertek! Jó van, apa, leteszem. Leteszem, mert itt izgulok, hogy nehogy lemaradjak a nagy befutóról. Megy az első hajsza. Ma el fogunk veszíteni egy párost, bizony. Jó van. Na, gyerkőcök már elmentek fürdeni, úgyhogy megyek utánuk, megnézem, hogy rendesen lefürödtek-e. Jó van. Puszit. Beleszagolunk a hónajukba. Légy szíves, és a leheletüket is ellenőrizd, hogy most a picikban. A leheletüket is ellenőrizd. Én meg egy csókot lehelek az orcádra. Puszillak, anya. Puszi. Pussy.